Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőit. Mint minden második héten, most is jelentkezünk Családőrzők című műsorunkkal. Ez a műsor azért jött létre, hogy szakemberekkel beszélgessünk egy-egy szituációról, amely a családban előfordul, és ezzel segítsünk egy kicsit elgondolkozni a saját családunkban történtekkel, hogyha magunkra ismerünk. De ha nem, akkor is azt hiszem, hogy érdemes odafigyelni ezekre a beszélgetésekre. És ha beszélgetés, akkor persze vannak vendégek, így van ez most is. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerek Világház Alapítvány szakmai vezetőjét. Szervusz Csilla, köszöntök mindenkit. És itt van velünk Koszi Janka, nem tudom kihagyni, hogy énekes és előadó művész, hiszen rendre találkozunk a különböző csatornákon dalaival, szenzációs, csak gratulálni tudok, de ő most közöttünk, mint coach van jelen. Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntök mindenkit. És hát nagyon szeretjük, városszerte nagyon szeretjük Tónyai Gábor plébárost, mentálhigiénész szakembert. Én is köszöntök mindenkit. A mai műsorban azért eléggé főszereped lesz majd várhatóan, hiszen témánk a húsvéthoz kötődik. Rátérünk majd az ünneplésre is, de ha már húsvét, akkor mindenképpen alkalmat ad arra, hogy beszélgessünk arról, hogy mi van, hogyha kis állat kerül a családba. Egyáltalán mit tesz a gyerekekkel, jó-e a gyereknek, hogyha van a családban kis állat, és hogy álljunk ehhez az egész kérdéshez. Ez az első témánk, tehát nekem elfogult vagyok, nehéz erről úgy beszélni, hogy ne mondjam azt, hogy minden családba kell, hogy legyen házi állat, házi kedvenc, mert hogy nyilván nálunk van, sőt én úgy is nőttem fel, hogy mindig volt. Én felfogásom van egy bizonyos korosztály fölött, de az is lehet, hogy még korosztály határt se kell nézni, egy kutya vagy egy cica, vagy ne adj Isten, ma már ugye házi nyuszik is vannak, bizony jót tesz a gyerek fejlődésének. Lehet velem vitatkozni, vagy egyet érteni? Ezzel nehéz lenne vitatkozni bárkinek is szerintem. Én azt gondolom, hogy elengedhetetlenül fontos. Azért azt régóta tudjuk már, hogy a gyerek felelősségvállalásának a kialakításában óriási szerepe van egy állatnak. Egyrészt, másrészt pedig hatalmas szerepe van az állatnak abban, hogy én hogyan bánok egy másik érző lénnyel. Tehát az nagyon-nagyon fontos dolog. Egyik kis tanítványom éghoz cica került nem régen, és ez a tanítványom egy nehezen kezelhető gyermek, az érzelmek felismerésével, dolgozásával, munkájával vannak neki nehézségei, és bizony szegény cica kezdetben megsínlette ezt a találkozást ő vele minden egyes alkalommal. Olyan, mintha a gyerek nem érzékelné, hogy a macskának az nem jó, amit ő csinál. Aztán segítettem a szülőknek, hogy hogyan kommunikáljanak és mit csináljanak vele. Hát volt a gyereken karmolásnyom, amikor kiderült, hogy nem voltak jelen a szülők, csak a macska és a gyerek. És a gyerek megtanulta. Tehát, hogy az állat segített neki, de ettől nem lett rosszabb a kapcsolatuk érdekes módon. Tehát ezt nagyon fontosnak tartom, és azt is nagyon fontos dolognak tartom, hogy megtanulja a gyermek, hogy az állat az ránk van bízva, ha mi vállaltuk, hogy ő velünk van, és onnantól kezdve tőlünk függ. Tehát én fogok neki enni adni, én fogok neki teret biztosítani, én fogok neki nyugalmat biztosítani, én fogok neki inni adni, és én fogok rá figyelni, hogyha bármi baja van. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a gyerek megtanulja azt, hogy az én központúságból kinézzen a világba, és valami másra is odafigyeljen. Úgy kell, azt gondolom, az is kell, hogy a szülő is gondolkodjon így, mert ez egy dolog, hogy megveszi a hát ezt én evidenciának tartom, bocsánat. Ez fel sem elhetem, hogy ez nem így van. Van azért olyan, hogy anya, vedd meg ezt, na jó, megveszem neked, és akkor ott van a teknős, a nem tudom, mindenféle állat, és utána igazából nincs, aki gondoskodja róla, és akkor utána már kellemes, meg felesleges. Tehát, hogy azt gondolom, hogy segítséget jelentett, de szerintem biztos, hogy én ezt inkább csak fantáziálom, hogy a gyerek azt is megtanulhatja, vagy úgy is megtanulhatja, hogy a szülőt látja, hogy gondoskodik mondjuk az állatokról. Én úgy nőttem, hogy nekünk mindig volt akváriumunk. Uh-huh. Ez a legcsendesebb házi állat, szerintem a legbiztonságosabb ilyen szempontból. Nem dörömbölt a vacsoráért. Nem szólt, hogy éhes, nem volt semmi probléma vele. Viszont gyerekkoromnak egy csomó szép emléke az, hogy apuval mondjuk akkor még a szárazrétre a tócsákhoz mentünk vízibolhát gyűjteni, és akkor apuval haláztuk, és akkor vittük a halaknak a dunsztos üvegbe a vízibolhát.
olyannyira maradt ez a történet, hogy aztán nekem is van most akváriumom, mert hogy ez valahogy úgy fontos maradt számomra, hogy ugye az apunak ott volt, ez ő úgy gondoskodott, meg szép volt, és hogy akkor, ahol eddig megfordultam plébánosként, azért úgy többé-kevésbé mindig volt nálam akvárium, és akkor most is ott van a plébánia beszélgető szobájában, harmónia teremtés szempontjából, szép színes halacskák ott úszkálnak. Ugye én ezt úgy ilyen szempontból biztonságosnak tartom, de azt gondolom, hogy fontos az, hogy az a szülő, aki ezt szeretné, hogy a gyereke mondjuk, hogy a kisállaton keresztül tanuljon meg felelősséget, azt neki is azért be kell vállalnia, hát kell gondolnia, hogy azért ő mennyiben tud azért felelősséget vállalni, hogy gondoskodni arról, ha a gyerek éppen már megunja. Ezt azért nagyon sok helyen lehet hallani, hogy csak igen, akkor tartson a kisállatot, hogyha persze, ő... Persze. Én ezzel nagyon, nagyon egyetértek, és amellett, hogy nagyon tudok hozzátok csatlakozni, illetve mindannyiatokhoz, bocsánat, akváriumunk nekünk nem volt, de nagyon szeretem a halakat én is, meg nekünk is van kutyánk, meg nyuszim is volt, meg mindent, tehát tényleg én is nagyon fontosnak tartom ezt. Viszont vannak ilyen mozgalmak, ahol kifejezetten kiemelik, hogy mindenki fogadjon örökbe egy kutyát, cicát, bármilyen állatot, és én ezt nem tartom helyesnek, tehát szerintem ne fogadjon örökbe mindenki háziállatot, mert pontosan emiatt, hogy nem feltétlenül úgy tudnak róla gondoskodni, ahogy arra az állatnak szüksége lenne, és csomószor futnak bele olyanba azok, akik ilyen helyen dolgoznak, hogy visszaviszik az állatot, uh-huh, vagy kirakják az utcára. Nyilván ez a beszélgetés most nem az állatok védelmében történik, vagy nem ez a fő témája, de fontosnak tartom ezt kiemelni, mert csak azért is, mert a húsvét kapcsán egyre többen, vagy az ilyen alkalmakkor egyre többen fordulnak ahhoz, hogy akkor egy állatot hozzanak be a családba, és lehet, hogy egy kicsit ez túl van tolva. Bocsánat, hogy így mondom. Ez teljesen érthető. Egyébként, amikor mondtad azt, hogy fogadjon örökbe, van egy olyan kezdeményezés, én azt hittem, hogy először arra gondolsz, hogy állatkertekbe és hasonló helyeken lévő, igen, állatokat fogadjál örökbe, ott névleg, tehát nem fogod hazavinni az elefántot, igen, vagy az óriás kígyót, vagy nem tudom én mit. Pedig mekkora lenne, nem? Ez csak hazállítani egy elefántot. Hát én örülnék, ha a férjem azt hozna haza, csak nem tudom, hogy bevállalná. Na mindegy. Egyébként az akváriumra visszatérve, nekünk a terápiás ház legközépső részén van egy akváriumunk, és teljesen mindegy, hogy ez a gyerek most először jön hozzánk, és vizsgálatra érkezik, vagy bármi más miatt van ott, vagy odavalósi, az akvárium az maga a csoda. Uh-huh. Tehát tényleg azzal a halk bugyborékolással, színekkel, mozgással, és neve van a halaknak, és tudják, hogy melyik hova szeret bújni, és tehát elképesztőek. Azt volt egy kicsit nehéz megértetni mindenkivel, hogy nem lehet etetni össze-vissza őket, tehát ez tönkreteszi az akváriumot. Tehát, hogy az Emi néni dolga, de azon kívül aztán csodálni bármennyit lehet, amennyi időd ott van, és nagyon-nagyon lehiggadnak tőle a gyereket, megnyugszanak tőle a gyerekek. Visszatérve erre az előző mozgalomra, azt viszont én preferálnám, hogy igenis támogassuk így a világot, és hogyha valaki meg tudja tenni, hogy örökbe fogadjon egy elefántot, egy tigrist, egy jegesmedvét, bármit, hát az bizony járuljon hozzá ezekhez a dolgokhoz, mert azt gondolom, hogy ez mindannyiunknak a közös felelőssége, valamilyen szinten, ami még élő diverzivitás, azt tartsuk már fent legalább mesterséges szinten, ahogy tudjuk. És az állatvédelem, az meg azt gondolom, hogy megint arról szól, hogy emberré neveljük a gyerekeket. Mm-hmm. Tehát, hogy az állatvédelemnek nagyon-nagyon fontos szerepe van. Ugye lehet hallani rémhíreket és borzalmakat, hogy mik történnek, és azokon a helyeken, ahol a gyerek ebből nem kap eleget, vagy ahol ez nincs nekik kellőképpen artikulálva, ott ő ezt nem fogja tudni jól értékelni, vagy nem fogja tudni jól kezelni. A gyerek a kegyetlenségével fog reagálni a világra. Azért jó, hogy ezt mondtad, mert ugye rengeteg műsort csinálok ezzel kapcsolatban a fehérvári menhelyek vezetőjével, és nagyon sok tragédiát hallok állatkínzásról, és nagyon nagy százalékban a gyerekek követik el az állatkínzást. Ami kétségbeejtő, mert az ember azon gondolkozik, hogy mi történhetett ezzel a kisgyerekkel, hogy képes ilyen kegyetlen cselekedetre, és mi lesz ennek a következménye? Tehát háttere biztos van, mert nem hiszem, hogy úgy született, igen, hogy az volt a célja rögtön, hogy kínozzon meg egy biztos, kis állatot. Igen. Biztos, hogy nem. És abban is biztos vagyok, hogy azért ez valamiről árulkodik,
és valamit jelent majd a felnőtt korára is. Hát ez egészen biztos, most azért messze menő következtetéseket ebből nem biztos, hogy le kell nekünk vonni, mert ez lehet egy adott tragédia, adott válasz a gyereknek a megnyilvánulása, de jöhet egy olyan közegből, ahol ezek a drámai dolgok magától értetődőek. Tehát mindenféleképpen figyelemfelhívó, és a társadalomnak kutya kötelessége erre odafigyelni. Ilyenkor jut az nekem eszembe, hogy mi még úgy nőttünk fel, hogy ha buszon nem viselkedtünk rendesen, akkor bárki, aki felnőtt volt, ránk szólt, hogy ezt ne csináld, azt ne csináld, így csináld, úgy csináld, akárhogyan. Tehát az összes felnőtt felelősséget vállalt az összes gyerekért. És én azt gondolom, hogy az egy akkora hatalmas nagy biztonságot adott, ami ma azzá tett bennünket, akik ma vagyunk. Hát a magyarekének ez nem adatik meg. Nekem egy picit ez az állatvédelemhez kapcsolódóan van egy gondolatom, ami nem akarom túlságosan elvinni ezt az irányt, de hogy azt hiszem, hogy egy picit a felelősség is hozzá kapcsolódik. Én még annyira kint nem, hogy az egész teremtett világért való felelősség is hozzátartozik. Tehát, hogy azzal, hogyha az a gyerek megtanulja azt, hogy ő felelős azért a kisállatért, és hogy hogyan gondoskodik róla, onnan már tényleg csak egy lépés az, hogy hogyan gondolkodjon a környezetről, ami körülveszi őt. És szerintem ez is egy nagyon fontos kérdés. Szerintem elválasztatlan egymástól a kettő, mert innentől már tulajdonképpen az élő világról beszélünk meg azért, hogy hogyan vagyok benne, és azért azok a környezeti hatások, amik most körülvesznek bennünket, hogy mi hogyan alakul majd a jövő nemzedéke számára, az már most rajtunk is múlik, illetve azokon a gyerekeken, akik mondjuk ezeket a felelős döntéseiket megtanulják, hogy meglátják a felnőttektől, hogy mi mondjuk hogyan gondolkodunk, vagy gondoskodunk mondjuk állatokról, növényekről, mit kezdünk a szeméttel, egyáltalán a feleslegekkel, tehát hogy ezek, lehet, hogy most így a kisállatoktól indultunk ki, és hogy itt vagyunk húsvét küszöbén gyakorlatilag, és hogy mit kezdjünk a nyuszikkal, meg a nem tudom, minden báránykával, meg nem tudom, minden születés. Jó kis pörköltetsenek benne, azok a gyerekek, akik hallották ezt a műsort mentálhigiénés kezelésre, vagy a kócs kezelésére szólulnak ezek után. De nem is ezért, inkább tényleg csak az, hogy megtanulok felelősen gondolkodni arról, amin van. És egyrészt ez az élővilág, másrészt persze minden, ami körülvesz engem, mert ugye azt határozza meg a jelenet, meg a jövőmet is. A Gábor atya, tegyél különbséget a tapsifüles és a tepsifüles között, ez nagyon fontos. Egyébként visszatérve az akvárium kérdése, nekünk is volt, papagáj is volt, hörcsög is volt. Egy estén át építettünk Hungarocellból a hörcsögnek egy palotát, hogy tudjon jönni-menni, amit reggelre redarált. Valahogy, szóval voltak ők is, el voltunk velük, de onnantól kezdve, hogy a kutya megjelent az életünkbe, éreztem gyerekként is a terápiás hatását. Tehát, hogyha én hazamentem egy rossz jeggyel, és leültem a teraszon a lépcsőre zokogva, jött az a kis szerencsétlen tacskó, és tudta, hogy kell ezt abba hagyatni velem. Tehát, hogy valami hihetetlen. És hát talán Zsuzsi tudna erről beszélni, hogy ahol problémás gyerekek vannak, ott meg aztán még inkább van ennek értelme, de mondjuk felnőtteknél is, mert ezt ma is megélem, abszolút, hogy hazamegyek remegve az idegtől, és akkor vár ott az a két majom vigyorogva, és az ember elfelejti az összes búját, baját. Tehát ezért is jó. Erről rengeteget lehet beszélni, hogy az állat milyen hatással van az emberre. Nagyon-nagyon fontos dolognak tartom azt, hogyha a gyerek úgy nő fel, hogy természetes, hogy a környezetében egy állat van, akkor ez neki természetes lesz később is. És nem úgy a panel dzsungelből kiszabadulva, hogy meglát egy galambot vagy bármit, és azt azonnal meg kell neki dobálni kővel. Tehát, hogy ha neki természetes az, hogy körülötte állat van, akkor meg fogja tapasztalni azt, hogy ennek mi az előnye. Aki egy paraszti udvarban nő fel tyúkokkal, kacsákkal, libákkal, kutyával, macskával, minden egyebekkel, annak nem kérdés, hogy a világ így van rendben. Akinek ez nem adatik meg, annak ezt meg kell tanulnia. És ma már rengeteg olyan kisállat él velünk, cicák, kutyák, elsősorban ők vannak a legtöbben, akik, ha hazamegyünk, hazavárnak bennünket. És bizony, amit mondtál, hogy hazamész, és ő ott van, és csóválja az egész testét, az a csöpfarok, és azt se tudja, hogyan mondja el, hogy hál' Istennek, hogy megérkeztél, vagy az a cica, aki odajön, és alig várja, hogy föléd gömbölyödhessen, és beléd bújik, és szuszog, és nem tudom,
Tehát ezek olyan élmények egy embernek, amikor úgy tudja magát embernek érezni, hogy kapni is tud, és adni is egyszerre. Az egy csodálatos élmény, mert a macska, a kutyus meg fogja élni az én szeretetemet, és ő meg odaadhatja nekem az enyémet. Úgy lehet hozzájuk kapcsolódni, mint senki máshoz. Nem fognak elvárni tőled semmit, nem fognak kérni semmit, csak adni akarnak, ő magukat adják. És ebben fürdeni az egész napi őrület után, ez tényleg maga a mennyugvás. Azt hiszem, hogy ez is egy nagyon fontos dolog, hogy ami most így előtt, hogy mi most megint egy picit a gyerekekre hegyeztük ki a történetet a anyuszik kapcsán, de hogy azt gondolom, most eszembe beugrott egy kép, amikor nemrég a Zsolt utcában beszélgettem egyik lelkipásztori munkatársal, és jött egy néni, akinek ilyen gurulós járókerete volt, és előtte futott a kiskutya, és azt mondta néni, hogy neki ez a napi programja, mert a kutyus az így leszabályozza a napját, hogy akkor neki most sétálnia kell. Most néztük, hogy ki kit sétáltat, az egy másik kérdés volt. Igen. De hogy a néni alig bírt menni, de hogy ott volt az a kis pici fehér kutyuska, a pórházon is ment, vitt és ment előre a kutyus, a néni meg ment utána. De hogy ugye a néninek is ki kellett ezért mozdulnia, ezért egy saját ritmus ki kellett alakítania. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból meg a szükségem van rám érzés. Igen, egy idős embernek, vagy, hogy én rám még mindig szükség van, fontos vagyok valakinek. Persze, elengedhetetlenül fontos. Hiteles statisztikák vannak arról, hogy akik lakásban kutyát tartanak, egészségesebbek, igen, mert hogy egészségesebben élnek. De én azt hiszem, hogy ezt a részt most el kell, hogy engedjük, hiszen alig maradt időnk a húsvétra, ami egy nagyon fontos téma több szempontból a családban. Az egyik a keresztény rákészülés a húsvétra, ami mindenképpen egy érdekes dolog lehet még akkor is, hogyha egészen más, mint a karácsony. De itt is van egy bőjt, amit nem biztos, hogy a családban a gyerekekre rászabad tolni, nem tudom, hogy ennek van-e hagyománya. Lehet. Lehet? Még akár jót is tehetnek? Persze. 6 hétig nem eszik csokit. Az igen, az végül is tényleg jó. Milyen bőjt egy gyereknek? Gondold végig. Majd úgy is bepotolja, ha megjön a nyuszi. Ez úgy benne van a pakliba, bár nem tudom, nálunk ugye azért a péntek, a nagy péntek az erről akkor is szólt, hogyha gyerekek voltunk, tehát az úgy természetes volt. Hogy tudom keresztényen felkészíteni a gyereket a húsvétre, tehát hogy ne csak arról szóljon, hogy jön majd a nyuszi, és akkor hozza a különböző csokikat. Szerintem, hogy most picit, bár egyszer adáson kívül megbeszéltük, hogy ne hivatkozunk régi adásokra, de most hivatkozok, mert hogy szerintem volt már ilyenről olyan formában szó, hogy ez a mit kezdjünk a nehéz kérdésekkel című dolog. És most azt, hogy ezen gondolkodtam, hogy egy húsvétet hogy tudok bevezetni a gyerek életébe, úgyhogy a számomra tiszta az, hogy mit is jelent a húsvét. Hogy nekem ünnepe például a húsvét, mint ahogy korábban beszéltük, hogy nekem ünnepe a karácsony, vannak-e ünnepeim. És hogyha nekem vannak ünnepeim, akkor az megjelenik az én életemben és az én gondolkodásomban. Ugye a húsvét alapvetően az élet ünnepe. Ugye ahogy a karácsony egy picit átment ilyen szeretett ünnepbe, kicsit így profanizálódott, de hogy ott tulajdonképpen ott is az életet ünnepeljük, az ajándékozást, a megajándékozottságot. Itt a húsvétban az életet ünnepeljük, a halálon győzelmes életet. Vagy ünnepeljük azt, hogy a szeretet győzedelmeskedik a bűn fölött, a szétszakítottságból az egység felé vezetődünk. Most ilyen nagy szavaknak tűnnek ezek. Próbálom olyan lehetőleg egyszerűbben megfogalmazni, és ne túl papos legyek ebben a témában, mert hiszen a nézők nagy része valószínűleg ebben nem mozog annyira otthon. De egy nagyon szép íve van a húsvét ünneplésének, nekem a kedvenc időszakom. Rettentően izgulok állandóan, mert hogy olyan szertartások vannak, amit egy évben egyszer csinálunk, de hogy ez egy nagyon szép. És az is megfogalmazódott bennem, hogy tulajdonképpen egy krízisfeldolgozási mintánk is van minden húsvét ünneplésünkben, mert hogy a nagy csütörtök úgy kezdődik el, ha csak most a szertartást nézem, hogy elkezdődik a szertartás úgy, ahogy átlagosan mi se elkezdődik, de nincs vége. Néma csöndben megyünk ki a templomból, jön a nagy péntek, aminek a szertartásban se eleje, se vége nincsen. Bejövünk csendben, kimegyünk csendben, a szertartás is kicsit olyan
más, mint máskor szokott, szombaton semmi, az a halál, az az abszolút mélység, és akkor, amikor a feltámadást elkezdjük ünnepelni, akkor nincs eleje a szertartásnak, de úgy fejeződik be, mint ahogy átlagos mise. Tehát, hogy van egy ilyen, mint egy krízis helyzetünk, hogy normálisan megy az életem, összezavarodik minden, teljesen összezavarodtan, nem tudom, mit kell csinálni, és akkor ebből emelkedek ki, és már ezzel a tapasztalattal megyek tovább, amit előtte itt ebben a krízis helyzetemben, zűrzavarban átéltem. Hogy ez így is meg lehet közelíteni mondjuk ezt a fajta ünneplést. De hogy tulajdonképpen a reménynek, az életnek az ünneplése, a gyerek életében is ott van mondjuk az, hogy elveszít valamit. Hogy nem úgy működnek a dolgok, hogy összetörik, meghal valaki, mi lesz majd vele, hogy lesz van. És azt hiszem, hogy a húsvétban ez is egy lehetőség, hogy arról beszéljünk, hogy az élet az nem csak a halálig tart, és utána akkor megszűnünk, hanem hogy van valami távlati vagy tovább tekintési lehetőségünk, és van egy reményünk, ami nem egy végleges lezárt állapotról szól, hanem hogy tovább tudunk nézni. Most is még keresem a gondolatokat, hogy valahol úgy megfogható legyen ez az ünnep, de hogy talán ez nagyon, azért is szép a húsvéti ünneplésünk így a katolikus gyakorlatunkban, mert hogy rengeteg szimbólumot használunk. És azt gondolom, hogy egy csomó dolgot nem tudunk elmagyarázni így fejből vagy észből, hanem a szimbólumok azok, amiken keresztül, ha megélem, vagy belelépek, akkor azok segítenek megérteni, megsejteni tulajdonképpen miről is van szó. Ugye egyszer beszélgettünk a mesékről, hogy a mesék is abban segítenek, hogy bevezetnek egy történetbe, belekerülök ebbe a történetbe, és azon keresztül értek, vagy érzek meg valamit. Itt a liturgiának ez a szépsége az, ami ebből bele tud vezetni. Úgy tudnálok hallgatni még órákon keresztül. Az ember úgy megnyugszik tőle, ez mindenképpen. Ezért is érdemes elmenni a templomba. De sajnos az időnk fogy, és én mindenképpen akartam beszélni valamiről, amit nagyon szégyellek, de nekem mindig kínos volt. Ez pedig a locsolás, mert húsvéthoz hozzátartozik. Hogy vagytok ti ezzel? És egyáltalán nekem miért volt kínos? Nem tudom. Mi volt benne kínos neked? Nem, jött az a sok ismeretlen is volt, jöttek gyerekek, jöttek felnőttek, és akkor ott vágyunk bigyorogni, még elmondja a saját kis versét, aztán rám locsolja azt a nekem abszolút nem tetsző illatú bármit is. Nem nagyon tudtam vele mit kezdeni, és akkor adok neki egy tojást, egy felnőtt embernek adok egy piros tojást. Szóval nekem valahogy furcsa volt ez az egész. Amellett, hogy szeretem a népszokásokat, de ezzel nem tudtam mit kezdeni, nem tudom ti, hogy vagytok ezzel, de ezek szerint neked nem kínos. Hát nálunk, én Dunajvárosban nőttem fel, és ott is hagyománya volt ennek, tehát jöttek locsolni rendszeresen, és ugye szódás szifonnal is, tehát hogy volt, amikor többször átöltöztünk, mert tényleg betartották szorgosan a feladatukat. Volt olyan része, amit szerettem, volt olyan, amit kevésbé. Igazából most már egy ideje azért ezek a szokások így lekoptak, vagy kikoptak az életünkből. Szerintem egyébként nagyon jó családi program, tehát amikor az apuka elmegy a kisfiával locsolni például, akkor van csapatépítő. Ilyen, szerintem van benne, abszolút igen, nem is feltétlenül a cselekvés a lényeg, de nyilván, hogyha mögé nézünk, hogy ugye miért is alakult ez ki, hogy a locsolás, tehát hogy honnan jön, akkor persze abban van kivetni való azért, de alapvetően most már úgy nincs különösebb érzelmi viszonyom ehhez. Nekem az a nagyon nagy szerencse adatot meg a népzenében, hogy találkozom élő népi kultúrás élethelyzetekkel. A szemben lévő falu velünk Csókakő, és ott van egy csodálatos táncegyüttes. Ott például az a szokás, mind a mai napig, hogy húsvét hétfőn a legények felöltöznek, de annak rendje módja szerint ám, tüktig módjára minden, és viszik a vödröket, és meglátogatják sorba a lányokat. Nagyon-nagyon hosszan készülődnek erre, versekkel, énekekkel, tánccal, mindennel, úgy, ahogy ez abban a világban megvolt, és őrzik ezt a hagyományt. És az a lány, akit azon a napon nem látogatnak meg, az bizony nagyon-nagyon szomorú lesz, nagyon-nagyon sokáig, ha valami történt vele, vagy valami oknál fogva ez nem sikerül. Tehát, hogy meg lehet azt tenni bizonyos közegben, hogy ennek újra visszaadjuk azt a szerepét, ami
értéktelenedik minden, ugyanúgy, ahogy a karácsony kapcsán elbeszéltünk arról, hogy minden a pénzről szól, és minden a nem tudom én mikről szól, itt is ugyanezt látom a devalvációnak az okaként, megváltozott a világunk, de valóban én nem várom el a parfümöt, nem várom el a könyvét, nem várom el a nem tudom én, de az, hogy engem az én férjem húsvét hétfőn reggel így ne locsoljon be sima vízzel, azt én elképzelhetetlennek tartom, de a bátyám ugye ez a mindenki. Tehát, hogy ki lehet alakítani azt a formát, amiben te jól érzed magad, aztán még a kislányom jut eszembe, aki annak idején, mikor ekkorka volt, nagyon várta a locsolókat, mikor ekkora volt már nem annyira. Szerintem erről szól a dolog. Én az egyház gyakorlatából értettem meg, hogy mit jelent ez a locsolás. Hogyha húsvét hétfőn a templomban misélején locsolni szoktam, férfiakat, nőket egyaránt, mert hogy, és nekem ez a gyanúm, hogy valószínűleg ez a termékenységi szimbólum, ez innen származott, vagy egy ilyen kicsit ilyen átvett szokás, hogy ugye nekünk a gyakorlatunkban benne van a szentelt vízzel való meghintés. Ezt gyakorlatilag minden vasárnap lehetne csinálni, ott, hogy bűnbánat a megtisztulás jeleként, hogy akkor körbe menjünk a templomba, és meghintjük az embereket. És hogy én ezt el szoktam mindig mondani, hogy azért fogok most körbe menni, mert azért fogok megrocsolni mindenkit, mert hogy a vízelhintés egyrészt a megtisztulás, másrészt meg az életet, az áldást közvetíti. És hogy erre mindenkinek szüksége van. És akkor így történik a locsolás, és azt gondolom, hogy valahol a locsolás mielőtt ennyire profanizálódott volna, hogy a büdös környivel, meg pénzzel, meg nem tudom mivel elriasztanak mindenkit, valahol talán innen indulhatott. Sajnos elszaladt az időnk, most elég rendkívülen szeretnék elköszönni én a nézőktől, és persze vendégeinktől is, először is kellemes húsvéti ünnepet kívánok, és sok locsolót, hát legyen, legyen, és nagyon szépen köszönöm Fekete Cseri Zsuzsannának, Kuszi Jankának, és Szolnyai Gábornak is, hogy velünk volt, és így az elköszönés után az utolsó szót hagyadjam meg Szolnyai Gábor plébánosnak, mégiscsak húsvét előtti adásunkban. Ez mindig kihívás nekem, amikor ideadod az utolsó szót. Én azt kívánom mindannyiunknak, akik most így nézik ezt az adást, vagy készülnek húsvétre, vagy benne vannak a húsvét ünneplésében, hogy felfedezzék az életükben az életnek a szépségét, értékét, hogy minden sötétség, meg nehézség mögött azért mégiscsak valamiféle reménységünk van, van egy távlatunk. Hívő emberként én hiszem azt, hogy az Isten az a kezében tart bennünket, és az életet akarja, és azt kívánom mindannyiunknak, hogy ezt az életet, az életnek a szépségét és az értékét tudják felfedezni és ünnepelni. Köszönjük, viszontlátásra! Viszontlátásra! Viszontlátásra.